Legutóbb az Albafehérvár ellen a Szollár Gergő Alberto Onya edzőpáros irányította a nyíregyháziakat azzal a tudattal, hogy megbízatásuk átmeneti. A klub vezetői már javában tárgyaltak az edzőjelöltekkel, és végül a 42 éves észak-macedón Darko Radulovicsra esett a választás. Több mint 20 jelölt közül választottunk, majdnem 10 emberrel videokonferencia is volt, nyilván a személyes találkozók azok elmaradtak, hiszen legfőképpen külföldi edzők jelentkeztek az állásra, de én azt gondolom, hogy a lehető legjobb döntést hoztuk, egy nagyon ambiciózus, viszont kellően tapasztalt vezető edző érkezik, aki korábban volt bajnok és kupagyőztes hazájában, vezetett olyan csapatot is, akinek a kiesés ellen kellett küzdenie, illetve volt 20-as válogatott edző is, tehát gyakorlatilag az összes palettát végigjárta, nagyon bízom benne, hogy vele sikeresek leszünk. Az ügyvezető elmondta, hogy mi volt vonzó az új vezetőedző számára a nyíregyháziak ajánlatában. Tulajdonképpen ez a kihívás, ami neki a legfontosabb volt, illetve tudta azt nem csak tőlem, hanem a emberektől, akiket ismert Magyarországról, jó körülmények közé fog jönni ide nyíregyházára. Jó a rendszer az, amit felépítettünk, és nem egy olyan helyre kerül, ahol azzal kell foglalkoznia, hogy milyen külső körülmény az, ami éppen őt akadályozza. Úgyhogy maximálisan tudta azt, hogy hova jön, viszont egy olyan állást is keresett, ahol kihívást talál, és ezt megtalálta a csapatunkban, hiszen tudja azt, hogy ebben a csapatban sokkal több van, hiszen 10 mérkőzés után még nyeretlenek vagyunk, viszont látva a játékos keretet, látva a fiatalokat, abszolút azon az állásponton volt, hogy sikerülhet a bennmaradás, úgyhogy talán ezért is választott minket. Ebben az évben még 3 meccs vár a nyíregyházi csapatra, a Honvéd és a Sopron ellen idegenben, a Kaposvár ellen pedig a Bencsiskola csarnokában lépnek majd pályára a Cápák. Szögezzük le, hogy nekünk nincs könnyű ellenfél, hiszen mindenkinek mi vagyunk jelen esetben a könnyű ellenfél, de félretéve ezt, egy olyan helyzetbe jött most az új edző, ahol szinte azonnal bizonyítani kell mindenki, mind a csapatnak. Nem azt mondom, hogy a világ múlik a következő 2-3 mérkőzésen, de természetesen nagyon fontos lenne egy pozitív töltet. Körmend, illetve az Albakomp ellen még vezetőedző nélkül viszont voltak annyira jó periódusok, amiből tudunk táplálkozni. Viszont emellett vannak sérültjeink is, bízom benne, hogy mindenkit össze tudunk drótozni a Honvéd meccsre. És igenis, ez most már győzelmi kényszer, mind a Honvéd, mind a Kaposvár, a Sopron ellen meg kell próbálnunk nyerni és zárkózni az előttünk lévő csapatokhoz. A két Cápák szombaton 18 órai kezdettel lépnek pályára a budapesti Honvéd ellen a Ludovika arénában. A 11. fordulóból egy meccset már lejátszottak, a Sopron 96-79-re nyert Kaposváron. A forduló további párosítása a következő: Kecskemét Oroszlány, Albafehérvár Deac, Szolnok Körmend, Atomerőműese Zalaegerszeg és Szombathely Szeged.